Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás április 12-én. Mielőtt kezdenék, felhívnám a figyelmeteket a heti akcióra, ami április 18-áig tart. Ebben van egy kivetés a munkára és a szerelemre, azon kívül jön hozzá asztrológia, hogyan tovább a munkahelyet illetően, hogyan tovább a párkapcsolatot illetően. És most áttérek erre a jóslásra. Az első kérdés az lenne, mik az ő gondolatai, mik az ő tervei, és ezt most megtekintjük. Mindig a kártyáknak több jelentése is van. Ez a fiatal férfi a képen, a kezében tartja ezt az arany érmét. Az utal anyagiakra és a munkára. Ez lehet egy fiatalabb kolléga is, de a képeknek szimbolikus jelentése van, és utalhat egy új kezdetre, ami a munkát illeti. Ez az arany érem a föld elemére utal, tehát reális dolgokra. Mivel itt a gondolatokról van szó, ez volt az első kérdés, ő az ötleteit szeretné megvalósítani. Amit még jelent ez a kép, ezek az értékek. A belső értékek is. Tehát te értékes vagy számára, amit közölni fog. De olyan bizonytalan még, tehát a kis lépéseket fog tenni. A következő kártya mutatja az érzelmeit, és mi bepillantunk az érzelmi világába. Ezen a képen látható egy királynő. És ez a királynő uralkodik, mégpedig a levegő eleme felett. A levegő eleme azt jelenti, hogy ez a királynő szabad. Nincsenek félelmei. Holott a háttérben ez a szürke felhő bizonytalanságokra utal, de ez a királynő áttette ezen magát. Megvan ez a büszke tartás. Amit még a levegő eleme jelent, az a kommunikáció. Az azt jelenti, ő beszélni akar veled. De ez a királynő néha parancsolgat. És az utalhat arra, hogy van valaki a környezetében, aki parancsolgat neki. És most megtekintjük azt, hogy milyen lépéseket tesz irányodba. Ő keresi nálad a biztonságot, a biztonság érzetét is. De van valami vagy valaki a háttérben, ami őt fogva tartja. Erre utal ez a négy pot a háttérben. De ki kell ebből lépni? Ahogy ez a két vidám hölgy is mutatja, azon kívül a fehér galambok ott felül. Kell a szabadság érzete, de ez nem rád vonatkozik, hanem vagy más személyekre, kapcsolatokra, vagy érzelmekre. Mert a félelmek is fogva tartanak bennünket. És most megtekintjük a napi kártyát. Ezen a képen láthatunk egy horgonyt. És az azt jelenti, ő le akar horgonyozni valahol, legyökerezni. Kell számára egy hely, ahol úgy érzi, igen, ide tartozok. Ezt nem csak a munkát illetően éli át, hanem ami a párkapcsolatotokat is illeti, ugyanúgy, mint ahogy a négyes szám is erre utalt,
kell számára a biztonság. Nem csak az anyagi biztonság, hanem ami a ti párkapcsolatotokat illeti. Te adod számára ezt az érzést, és ő úgy gondolja, úgy érzi, hogy nálad le tud gyökerezni. Most áttérek az asztrológia területére. A mai napon egy új hold van. A holdnak nincs saját kisugárzása, hanem megkapja a fényt a naptól, és ez látható. Különböző alakban, már teli hold, új hold, fél hold, csökkenő, növekvő, attól függően, hogy milyen a kapcsolat a nap és a hold között, hogy tudja a nap a holdat besugározni. Amikor egy új hold van, akkor a nap és a hold találkozik. Közel vannak egymáshoz, így nem látható a nap sugár. Ezért a hold számunkra egy ilyen napon nem látható. Ez arra utal, hogy húzódjunk vissza, gondolkozzunk el azon, mit szeretnénk elérni. Mindig vannak témák, attól függően, hogy hol van ez az új hold. És ha én most közlök veletek valamit, akkor bizonyára csodálkozni fogtok, lehet, hogy lesznek ellenségeim is, ennek ellenére megmondom, hogy van ez a hold állás. Az indiai számítás szerint ez az új hold a halak jegyében van. Ez nem az, amit az asztrológusok közölnek a mi asztrológiánk szerint, de én az asztronómusoknak a kalendáriumával dolgozom évek óta, és az indiai számítás, és amit az asztronómusok kiszámítanak, ez egyhangban van. Ezért is tértem át az indiai számításra, az indiai asztrológia területére. És most érezzük a halak energiáját. Ez a víz eleméhez tartozik, és a víz eleménél érzelmekről van szó. Ebben a csillagképben van két hal, két irány. Az egyik jelenti a félelmeket, a másik pedig a biztonság érzetét, a hitet, a szeretetet. És ebbe az irányba kellene nézni, és ezt érezni, mert akkor így előre mennek az események. A hold a határon van a halak jegye és a kos jegye között. Az azt jelenti, a mai napon el fogja hagyni a halak jegyét, és áttér a kos jegyébe, ami egy új kezdetre utal. A napnál ez még el fog tartani néhány napig, mire elhagyja a halak jegyét, és áttér a kos jegyébe. De a nap is a határon van. Ugyanúgy, mint Mars bolygó, szintén a határon. És ezt a határt érezzük ma. A nap áll a határon, a hold is a határon van, de átlép ezen a határon, és van egy új kezdet, és Mars bolygó szintén a határon, a bika jegye és az ikrek jegye között. Itt is érezhető egy új kezdet, különösen a férfiaknál. És az ikrek jegye már most érezhető. Ez utal a levegő elemére és a kommunikációra is. A hold között és Mars bolygó között van egy szép harmonikus kapcsolat. Az azt jelenti, a férfiak kimutatják az érzelmeket, vagy szükségük van erre a közelségre, és szeretnének érzelmekről beszélni, vagy ezt érezni, és meg lesz itt a könnyűség, erre utal majd
az ikrek jegye. És ez volt a 3 kérdőjeles jóslásom. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!